Sziasztok, ez itt a Garázsmenet. Sziasztok. És itt van velünk Csonka Bandi. Sziasztok, Gergős, hogy lebandiztál, de csodálatos. Én az vagyok, hát Bandi egész életében Bandi voltam mindenkinek. De ti azt tudtátok, hogy én nem is András vagyok. Voltam igazából. Komolyan? Endre. Endrének születtem, és 21 éves koromban a főiskolán, amikor diplomát kapok, hogy milyen néven legyek színész, akkor megkérdezték, hogy akkor apám színész volt, őt már nem ismerhetétek ti, és ő is Csonka Endre volt. És én nem akartam ifjabb Csonka Endre lenni, mert az ifjabb az mindig egy hátrány, azt gondolom, hogy a pályán. Én saját utamat akartam járni, de miután mindenki Bandi meg bandikázott, ezért hát nem volt egy verzió, mert vagy András, vagy Andor, vagy André lehettem volna még, de hát így lettem András. Yeah. Melyikor azt novellában is írták azt, hogy nem adhatom ugyan, vagy csak a fia nevét, hogy ugyanúgy az apja nevét kapta meg, és ezért hát egy, csak egy másolata annak valami orosz novellában igen, volt. Igen, mondjuk azért ez mindig egy kérdőjel, hogy akkor színész gyerek, biztos protekcióval, mert nem kellett ezek a salangok, úgyhogy szeretem a saját néven bekerülni, és azért ezt a András lettem. De bocsi a lebandizásért, de pont ezen isteni, gondolkoztam, hát hogy ha nem, az emberek, akiktől hallottam a nevedet legtöbbször, a Peller Anna és a Mari is, és ők mind a ketten Csonka bandiznak, és ezért én már ez irált. Hát ők egyszerűen is úgy. Abszolút, meg Brandy, mondjuk a szakban, a főiskolán Brandy, nem tudom, hogy lettem Brandy, mert ugye nem nagyon iszom, de a bandikából lett Brandike, és akkor lett Brandy, és ez a főbecenevem az a Brandy, meg a pici, ugye nyilván, ami a szeretben valadódik. Igen. Igen, a családi ebéden, amikor elmeséltem nekik, akkor mindenki a Csonka pici, úristen! Hát csókoltatom őket, akkor holnap megjön nekik is. Kifolyom az órom. Jó, persze, nyugodtan. De benne, hogyha te látok, nem kell. Ja, jó, rendben. Majd ezt használjuk mindezképpen. És melyik névvel tudsz a legjobban azonosulni, vagy melyik vagy te? Hát tulajdonképpen a Bandi, ami egy becenév, tehát igazából én gyerekkoromban sem szerettem valaki, nyilván kihív egy gyereket Endrének, hát ez nem. Tehát az András sokáig ugye azt hitték annak ilyen gyerekkoromban, hogy ha Bandi vagyok, biztos András vagyok csomóan, akkor azt sem szerettem, ha Leandrásoztak. És akkor tulajdonképpen először arra gondoltam, hogy már nem erre gondoltam, hogy ez lesz a nevem, hanem kipróbáltam neveket, hogy mondjuk Dani, vagy tehát ízlelgettem, hogy a Csonkával mi az, ami passzol. És akkor főiskolán is, akkor osztálytársámat is kértem, hogy mondjatok már valamit, segítsetek már, hogy mi a franc legyen a nevem. És a szemetek voltak, ilyen ötleteket adtak, hogy Guido, Ciprián, tehát milyen szemetem neveket próbáltak keresni nekem, és akkor... Mert az is volt, tudjátok, az is szokás ilyenkor, hogyha valaki mondjuk így azonos néven szerepel egy másik közismert emberrel, vagy valami, akkor betesz egy betűt a nevébe. Tehát volt Kovács P. József, Gábor S. Pál, és akkor gondoltam arra, hogy lehetnék mondjuk Jé Csonka Endre. De ez mondjuk azért így nem jött a dolog össze. Mondjuk azt gondoltam, nem kell erőködni, tényleg én nem tudok megfordulni az utcán, hogyha 20 nem tudom hány év után engem más néven szólítanak. Tehát legyek én csak Bandi, és akkor így. Így lett az András, de igazából a Bandival azért tudok azonosulni, mert ugye ebben benne van a gyerekkorom, benne vannak a szüleim, akik már nem élnek, benne van egy csomó barátom, aki szintén ebből a Bandi koromból ismer, úgyhogy szerintem, sőt, képzeljétek el, ez borzasztó hülyeség, mert már nem vagy, már egy 1000 éves állat vagyok, de nagyon sokan még mindig Bandikának hívnak. És azért ez érdekes, igen. Nem? Tehát, hogy ilyen, nem azért, hogy infantilis hülye vagyok, hanem úgy, tehát nekem ez fontos, mert ez egy ilyen szeretett morzsa a múltamból, tehát nyilván nem vagyok már Bandika, de azért van, aki még mindig nem tudott leszokni róla. De ez mondjuk, ha Bandikát mondunk, akkor ez főleg általában így az idősek szokták, tehát mondjuk akik még ismertek az első sorozatos karrieredből, vagy azok szokták, vagy mi? Hát a kollégák között is van egyébként. Igen, akik felnőtt koromban ismertek meg, azok is átvették, és aztán úgy maradtam nekik. Ilyen hülye helyzeteket szül, amikor mondjuk mások idegenek előtt lebandikáznak, de igen, nem zavar, szóval igazából, és a pici is az enyém tulajdonképpen. Hát a pici az egy szerep volt, ugye a ti generációtokban nem láthatta, hiszen úristen, 21 évvel ezelőtt ért véget ez a Família Kft., tehát elképesztő kimondani. Ez egy 8 éves történet volt az életemből, ugye hát ez talán aki tudja. Ez egy nagyon, nagyon nagy, ez volt az első szitkom Magyarországon, és hát akkor még nem volt több csatorna, hanem egy magyar televízió volt, annak volt két csatornája, tehát ezt 5-6 millió ember nézte, ami ma már ugye elképzelhetetlen. És hát ez tényleg óriási népszerűséget hozott nekünk, ami nagyon nagy dolog volt, és nagyon nekem ezzel indult lényegében a pályám. És hát ez a szerepnek a neve volt a pici, és amikor befejeződött az egész, akkor egyszer csak rám ragadt ez, és sokkal többen hívnak talán ma picinek, mint akkor.
Tehát, és még a sajtóban is, tehát újságban is sokszor leírják a Csonka Pici, de ez tök jó, mert életben tartják számomra, és mindenki számára is ezt az emléket, ami nekem olyan nagyon fontos volt, úgyhogy ez semmi baj nincs, én szeretem ezt is. De ez tényleg nagyon durva az, hogy mi 21 évesek vagyunk, mind a ketten. Undorító. És hogy tudod elmagyarázni azoknak, akik így, mi, például nekünk, vagy még az utánunk következőknek, hogy a Familia Kft. Az mekkora dolog volt annó? A legfontosabb, hogy nem akarok magyarázni semmit, mert jó, ugye igen. Tudod, akkor az olyan, na persze, az inkább, ezzel az inkább volt, gyerekek, tanuljátok meg, nem. Hát akit érdekel, egyébként nagyon sokan képzeld, hogy utána néznek a neten, meg ugye voltak ismétlések. Ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy ez egy hogy a sitcom mit jelent, az egy vígjáték sorozat volt, aminek minden, amiben bármikor bekapcsolódhatál, mert nem folytatásos volt, ez egy helyzet volt. Volt egy család, voltak a család körül barátok, én is egy barát voltam, vagy én, és akkor mindig velük történt a dolgok. Volt benne konfliktus, volt benne vita, de mindig minden epizód végére azért minden megoldódott, és azért maradt ez az általános, normális viszony, szeretet, úgyhogy és rengeteg vicc, rengeteg reklám is volt benne, amit ugye abban az időben bele kellett tuszakolni, és mentünk mindig nyáron külföldi forgatásokra, nyaralás, télen síelés, tehát a szomszédokhoz képest legalább kimozdultunk, mert ők a királyrétig jutottak csak el, nem szoktam mondani Ábelani, ők nem mentek sehova, mi viszont legalább elutaztunk, hát mondjuk az nem volt egy pihenés, egy utazás, mert rengeteget forgattunk, de mindegy, nekem ez egy, és nem csak a színészek miatt, hanem az egész stáb, tehát a díszletezők, a sminkesek, a operatőrök, tehát ez egy hatalmas család volt, rengeteget időt töltöttünk együtt, a mai sorozatokhoz képest, el se lehet képzelni, hogy olyan volt, mint szanatórium, mert ugye akkor még ez egy heti sorozat volt, tehát nem kell állandóan, nem kell minden nap reggeltől estig forgatnunk, hanem egy héten 4 napot dolgoztunk, a másik 3 napon egyáltalán foglalkoztunk ezzel. Tehát úgyhogy azt gondolom, ez egy olyan mérföldkő volt a magyar televíziózás története. Szerintem azóta sem volt ilyen jó szitkom, nem is nagyon volt, de nem is sikerült ilyen jót csinálni. És azért ez legalább tényleg gyökeret vert az emberek agyában, mert egy olyan időszakból jött, amikor ugye a rendszerváltás után az első kereskedelmi tévék jelentek meg 97-ben, akkor csengett le a Família, tehát a rendszerváltás után azért sok izgalmas dolog történt a tévében is, és ez egy az olyan kísérlet volt, ami nagyon bejött. Én is belenéztem abba egyébként, és nekem az amerikai Full House-ra emlékeztet. Azt én nem ismerem, meg a Rémrendes család stílusa is kicsit benne van. Szóval igen. Hát ma is vannak ilyen stílusú sorozatok az amerikai tévézésben. De most már Magyarországon is sok sorozat van. Hát igen, de... Hát, csak nem szitkomok. Nem, legfőképpen meg. Hát nyilván ez magának a hagyományos médiának is a visszaszorulásában, az új médiával kapcsolatban ez is hozzájárul, de már közelében nem érnek el nézettségben semmi ilyesminek. Hát nem is, ezt nem lehet elvárni. Tehát amikor most már tényleg én magamon mérem le azt, hogy mennyire megváltoznak a tévénézési szokásaim. Tehát azért ez elképesztő érdekes dolog, az ember magán érzel egy olyan változást, amit nem gondolt volna. Tehát én annak idén mindenféle tévémisorokat rögzítettem VHS kazettára, meg DVD-re, hogy majd megnézem otthon, meg nem nézek nagyon televíziót, és azt tudom, hogy a ti generációtok, meg az utánatok következő egyáltalán nem néz tévét szinte. Ugye? Fél éve nem kapcsoltam be. Azért mondom, tehát nem néztek, tehát ezt nem lehet elvárni. Tehát egy sorozatnak ma már nem lehet olyan felhajtó ereje, mint mondjuk egy Família Kft-nek volt. Tehát nem lehet, nem hozhat egy ilyen életre szóló dolgot, vagy esetleg bélyeget, mint nekem azért mindenképpen valami módon ez egy bélyeg volt a karrieremen, de azt hiszem, hogy tényleg annyi minden történik ma a világban, és annyiféle csatorna van, és annyiféle információ van, és jött az internet. Tehát az internet az megváltoztatta az egész életünket, az enyémet is. De a szokásaink megváltoztak. Tehát én is mondjuk mostanában baromira szeretem a Netflixet, azon rengeteg tartalom valamit, ami nekem érdekel, imádom a dokumentumfilmeket, filmeket, sorozatokat, amit persze nehéz ezt az én munkám mellett, de hogy hazamegyek este, akkor mondjuk leülök, és akkor azt mondom, mennyi az idő, na belefér még egy epizód talán, jó, belefér, és akkor belefér még egy epizód, de ott vagyok mondjuk éjjel egyik. Tehát ezek a tartalmak érdekelnek, amit én választok, és én döntöm el. És ez e felé fog menni a világ. Tehát te fogod eldönteni, hogy milyen tartalmakat te szerkeszted a saját televíziózásodat. Ez van. És te nem felhasználóként, hanem szakmabeliként hogy találod meg az új helyedet ebbe az új világba, ebbe az új felállásba? A tévében? Nem, mondjuk inkább inkább a közösségi médiában, ebben az újrában. Ja, a közösség, hát jó, hogy szóba hoztad. Hát most is ugye a közösségi média egy fontos terepén ülünk veletek, a sikeres párossal. Gratulálok. Köszönöm. Ugye, hát ez egy érdekes kérdés, mert engem baromira érdekel ez az egész világ,
és nagyon szeretnék megismerkedni vele. Egyelőre azt gondolom, hogy hozzátok képes vagy esetleg mai gyerekekhez képest semmit nem tudok. Azt szoktam mondani a számítógépemmel kapcsolatban is, hogy mondjuk van egy Forma 1-es kocsim, és én matchboxozom vele nagyjából. Tehát ilyen szinten tartok. De hát a közösségi médiában jelen vagyok. Tehát van egy Facebook, hivatalos Facebook oldalam, Csonka András hivatalos oldala. Belesz van, minden az leírásba, a kövessétek be. Hát, tudom, nálatok ki van írva, az Instagramom, ugye Csonka Brothers. Tehát ezen ott vagyok. Sőt, hát a TikTokon gondoltátok volna, hogy én a TikTokra is felkerülök? Oda még mi se vetemettünk fel. Na tessék. Nem. Egyébként nagyon sok, ha ugye adja a kínálatot a TikTok, és látom, hogy külföldön is rengeteg felnőtt fönn van, tehát nem csak gyerekek. De én akkor úgy kerültem fel a TikTokra annak idején, akkor musicali volt még, hogy olvastam a neten, hogy hírt, hogy 3-13 éves gyerek szervezett egy közönség találkozót a Mamutba, és le kellett zárni a Mamutot, mert 4000 ember jelent meg. Mondom, ez mi? Elmesélték nekünk azt, hogy ez milyen oldal az, ahol 3 gyerek ezt, na jó. És felmentem, és akkor nézegettem, mik vannak, de érdekes, vannak zenék, ugye nyilván, meg vannak ilyen mindenféle részletek, mindenféle ilyen szájszinkron, tehát mondjuk Mónika Show, Vámpirági, ezt láttam a szoldást, érdekes, de csinálok egyet próbaképpen, csináltam egyet ott a kanapémon, és akkor honnan elindult az őrület. Tehát, hogy így, és akkor egy idő után már csináltam, összesen azt hiszem 6 vagy 7 Vámpirági videót csináltam. Hogyha tudja valaki, akkor nézem utána, hogy a Vámpirági, már levették, lehet, hogy miattam, már levették az eredeti nagy, mert ugye ez egy olyan Mónika Show részlet volt, ami nem került adásba soha, mert olyan penetra volt, annyira borzalmasan beszéltek, az egész alatt csípolás volt az egész, hogy nem került föl, csak valaki föltette a szerkesztő közül a netre. És egy óriási a nézettségre, több mint 1 millióan látták, nem mindegy. Tehát ez a Vámpirági, hogyha valaki nem tudná, meg Csipkés Zoltán, ugye. Tehát, és akkor csináltam, és van már több mint 60 ezer követőm, egy ilyen, nem csináltam semmi más szinte, csak ezeket a izéket. Úgyhogy, és akkor azt látom, és akkor ezt is élvezem. Tehát én szeretnék, egyrészt szeretnék a mai generációkkal, fiatal generációkkal kapcsolatban maradni, és azt gondolom, hogy nekünk, akik mondjuk, na, középkorú, ezt utálom kimondani, nem érdekel, de mondjuk tényleg nem vagyunk tinédzserek, nekünk, nem várhatjuk el a mai fiataloktól, hogy kutakodjanak utánunk. Miért? Tehát nekünk kell megjelenni azokon a placokon és platformokon, ahol ők vannak, ahol ők szeretnek. Tehát ezért is érdekel a TikTok, meg ezért is érdekel a YouTube is. Ami ugyan annyiban van egy csatornám, hogy létre kellett hozni, hogy feltöltsem a klipeket, amiket életemben eddig csináltam, 5 vagy 6 klipet, és akkor csak ezért évek óta nem nyúltam hozzá egyáltalán, de most viszont arra gondoltam, hogy indítok egy YouTube csatornát. Mit szóltok? És milyen tartalmat akarsz oda gyártani? Hát na ez az. Mert ugye mi a siker kulcsa? Hát ugye valaki vagy ilyen jópofán dumálgat, mint ti, de hát ebből nagyon sok van ilyen dumás YouTube csatornából, nem? Tehát vannak azért... Attól függ, hogy milyen formátumra gondolunk. Tehát mondjuk pont podcastból nincsen. Garázsban még, ahol most éppen fűtenek a lábamnál, hogy ne fagyjak meg, ilyen mondjuk tényleg nincsen. De jó, beszélgetős azért elég sok van. Ugye, akinek családja van, gyerekei vannak, háziállatai vannak, az egy könnyebbség, de Ördög Nóra, Istenes Bence, mert ugye az egy élethelyzet, lehet velük utazni, lehet őket mutatni, hogy de cukik, tehát az, ugye, én single-nek mondanám így magam, technikailag, és tulajdonképpen, ugye, hát akkor ez most kiesik. Tehát ki kell találni olyan tematikát, ami izgalmas, és én tulajdonképpen itt is várok segítséget a ti generációtoktól, ötleteket, ugye, hát van egy kedves ismerősöm közöttetek, ugye Maris, aki vett egyszer egy taxis utazáson, amikor celebek utaztattak bárkit, és akkor lehetett minket megrendelni egy éjszaka, és akkor pont a Maris ez véletlen. De nem hiszek a véletlenekben, mert szerintem tök jó volt, hogy találkoztunk, nem találkoztunk egyébként azóta személyesen, de szoktunk néha egymást a kérdésbe, de érdekel majd az ő véleménye is, hogy látja ezt az egész helyzetet. Tehát én úgy képzelem az egészet, hogy legyen egy, mint egy ilyen színes újságot, tehát nem akarok egyféle dolgot csinálni, hanem esetleg mondjuk lesz egy összefoglaló neve ennek az egésznek, mondjuk mit tudom, Csonkamera, és akkor abban az akkor sok mindent belevenni. Például igen. Most csináltam az Instára, csak úgy, mert nem tudok főzni, hát mondjuk ez mondjuk nem nagy cucc, és akkor az Instagramon elkezdtem bosszankodni, és csináltam finom főzeléket, és akkor mondom, gyerekek, hát most akkor nézzétek, most akkor itt van az a petrezselyem, most mondja már meg valaki, ezt meg kell mosni, vagy mit kell csinálni, hogy petrezselyem, mert berakod, meg kell mosni, vagy megmosom, meg elfonjad, akkor meg szétmegy. Meg hogy nézd meg ezt a lábost, tehát ez úgy nézett, rozsdás, vagy pedig koszos, mert nem tudtam eldönteni, leégett benne valami, vagy rozsdás, én nem merek beletenni semmit, ami esetleg ilyen kétes hírnevű lábos. És bosszankodtam, és akkor ezzel röhögtek, hogy milyen hülyén főzök, meg milyen vállaltság az egész. És akkor ezt kétszer csináltam, és a kis Ádám, imádom, humorista,
írt nekem, hogy az legyen, mert azt írtam, hogy Bandi Séf, milyen hülyeség, de ez jutott eszembe. Azt mondta, legyen ennek az egésznek neve, vagy az, hogy Chong Kitchen. És ez zseniális, Kicsit nagyon jó volt mindig ezekben a Chong Kitchen, most a Chong Kitchenre azt mondták, hogy a YouTube csatornát indítsam el a Chong Kitchennel, tehát leforgatva normálisan most már, és akkor ennek ezt kitalálni, hogy hogy legyen meg, hogy ki, megjelenjenek benne esetleg ismert emberek, vagy ők kérjenek engem meg arra, hogy főzzek valamit, vagy legyen valami kapcsolat. Uh-huh. Úgyhogy Chong Kitchen is lesz ebben. Azt gondolom, hogy ez érdekes kísérlet lesz, mert ugye nem tudok főzni, de az ilyen balfék emberek, mint én is, miért ne menjenek a konyhába, és miért ne mutassák meg, hogy persze. Meghallom azt, hogy szuvidálni, a gyomromba egy ütés, meg ilyen ízért ezeket, én nem tudom, miről beszélnek, amikor ilyen szakkifejezéseket használnak. Tehát a Chong Kitchen is, nem tudom, a YouTube csatornát mindenképpen szeretném valamilyen módon ilyen, most még kapkodok ebben a dologban, hogy mi legyen, de szeretném egy kicsit ilyen színesebbre. Aztán lehet, hogy senkit nem fog érdekelni, az is lehet, hogy igen. Én mindenképpen szeretném, azt gondolom, hogy ez az életünk e felé megy, hogy így gyártunk tartalmakat, és meg akarunk jelenni, akkor ezzel kell foglalkoznunk, hanem nem a tévékben kell feltétlenül csak gondolkodni. Hát egyrészt szerintem egy nagyon jó hozzáállás a mert mégis ti vagytok az első, vagy nem is az első, de hanem inkább a hagyományos profi generáció, aki szórakoztató tartalmat gyártott még ugye a tévében. Igen. De egyrészt írjatok Bandinak ötleteket, hogy mit lehetnának szívesen tőle. Az Instán elvárom mindenkitől, hogy azonnal most a riport közben már kövessen engem be. Szeretetlen, és igen. Akkor ott lehet írni, azt legalább látom, mert a Facebook hivatalos oldalom az úgy van beállítva, hogy oda nem lehet nekem privát üzenetet írni. És a privát Facebookra nagyon kérek mindenkit, van egy privát oldalam, ami csak Chong András, azt ne jelöljétek be, mert nem azért, mert ugye ott a kollégáim vannak, meg a barátaim, tehát az más tartalomokról szól. A Chong András hivatalos oldalát lehet lájkolni, de ott meg nem tudtok érni, úgyhogy a Chonka Brandi Instagram oldalamon várom az ötleteket. De nyugodtan, tehát hogy mi is szoktunk, és ez alapvetően ez egy szokás YouTube-on, hogyha azért így vannak ilyen elfogyasztott dolgok, akkor lehet kérni nyugodtan az emberektől ötleteket. Másrészt szerintem érdemes megnézni Amerikában, hogy csinálják, például Will Smith erre tökéletes példa, aki átjött YouTube-ra. És na jó, de nézd meg, micsoda apparátus van mögötte. Tehát nyilván nem is arra gondolok. A forgatott, én... a TikTokon is van elképesztő, persze, tehát olyan effektusokat igen. használ, ami filmes effektusok. És igen, de szerintem pont elveszi a varázsát az egésznek, hogy ennyire profi. Szerintem a youtubereknek az a lényege, hogy nem profi, oda teszi a kamerát, magától megtanulja, hogy kell vágni, valahogy összevág, és egyre jobb lesz, látod, hogy fejlődik. Nekünk is mindig azt szokták mondani, hogy az a lényege a YouTube-nak és az a varázsa a YouTube-nak, hogy nem profik gyártják, és mivel benne van minden hibánk, benne van minden a személyiségi hibánk, így mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, mintha minket, amikor hallgatnak, mintha a barátaikat hallgatnák az emberek, és amikor másfajta YouTube tartalmakat néznek, amit YouTube-ra gyártanak, ott is az, hogy a barátaik beszélnek. Ez egyetértek egyébként, amit mondtok, de hát nem tudok vágni, tehát most kell segítség, tehát mire megtanulom, addigra az eltelik az életem, tehát inkább azért kell jelenni, meg tudom, hogy nem telefonnal szoktátok ti sem, hanem ugye fényképezőgéppel, tehát ez már egy más helyzet, de hát ezekben azért, hogyha valaki megmutatja és megtanítja, akkor tudom, de nem is az a lényeg, azt gondolom, igazatok van, tehát ez sokkal közvetlenebb így. De Will Smith-től mondjuk esetleg ez jó poén, mert ugye ő egy világsztár, tehát hogy ő ilyen tartalmakkal jön, hogy ilyen ötletes effektusokat használ, szerintem ez nem baj. De nem csak arra gondoltam Will Smith-nél, hanem főként arra, hogy például azt nagyon tetszett, amikor elmesélte a sztorit, hogy Michael Jackson hogy ismerte meg. És az ő élete meg a te életed is abban különleges, abban tudja újat nyújtani a platformnak, hogy különleg olyan életetet éltetek, amit így az átlag ember, főleg a fiatalok el nem tudnak képzelni, és vannak olyan történeteid biztos, amit senki nem tudna elmesélni. Nem csak történet, igazából, ami szerintem, hogy te gondolsz azt, hogy a kicsit bevezetném az embereket a kulisszák mögé, tehát ahol, amit nem láthatnak. Erre én is gondoltam, de ez azért nehéz, mert a kollégáim jó része nem szereti ezt, hogyha veszik és mutogatják. Mert ugye ezek műhely munkák, ha valami készül, akkor sokszor esetleg tehetségtelenek vagyunk, tehát amíg nem legyünk ki a nézők elé egy produkcióval, azért próbálunkozunk mindenféléket, kipróbálunk, és azért nem mindenki szereti, hogyha ebben beleforgatnak. Úgyhogy ez nehéz. Tehát amit igazán meg tudnék mutatni, vagy szeretnék, azt nem fogom tudni szerintem, mert a színészek nagy többsége, meg hát mondjuk egy sorozatnál ma például látom, hogy nem is lehet beleforgatni a forgatási igen, körülményekbe, igen. Tehát nem kollégáim, akik vlogolnak, nem tudnak beleforgatni, ami igazán érdekel nézőket, mert az titok.
Tehát persze, ezt nem engedik nekik. De ahogy mondtad, hogy nincs családod, és akkor lehet, hogy a család... Van családom, anyukám, csak úgy, tehát úgy értek, klassz. Igen, értem, igen, tudom, hogy értettem. Tehát nővőremék vannak, unoköcsémék vannak. Igen, nem, azt értem, csak szerintem a YouTube-on abszolút nem ez a lényeg, hanem a személyiség. Tényleg az a legfontosabb, hogyha van egy jó személyiséged, akkor az emberek szeretnének nézni. Azzal meg vagy. És az neked van. Azzal meg vagy. Van, megígéret? Esküszöm életemre. Figyelj, nekem azt gondoltam mindig, és azt mindig felszoktál nekem hozni erényként egy olyan dolgot, ami szerintem tök természetes, és nem is érezném magam, hanem így lenne, hogy közvetlen vagyok az emberekkel. Tehát én nem tudom elképzelni az életemet másképp. Tehát én bevallom őszintén nektek, hogy van egy pár kollégám, akit rémülten nézek, mert ismertem őket még jó fejkorukból, és látom, hogy mivé korcsosultak el, azért, mert azt gondolják, hogy történt velük valami. Azáltal, hogy képernyőn vannak, azáltal, hogy valamilyen módon megjelennek a színpadokon, és itt sajnos bele kell vennem a popzenét is, tehát ott is, amiket hallok, hogy milyen igényekkel lépnek föl bizonyos most alig a tojáshírból kikelt palánták, hogy olyan listákat adnak le, nekik mit kell a fellépés, ahol biztosítani kell idényjellegű gyümölcsöket, különböző sülteket, alkoholban megszabják, hogy milyen alkohol legyen, alkohol, érted, a fellépés előtt. De hát egyszerűen meg ilyen sztárkodás, érted, tehát egy ilyen, hogy ki vagyok, meg ki vagyiság, tehát ez engem iszonyatosan taszít, én ezt nem bírom elviselni, mert nem azért, mert itt élünk, együtt élünk, mindannyian járunk közértbe, stb. Tehát élem az életem, és van egy munkám. És csodálatos dolog, hogy ezáltal csomóan engem megismernek, meg esetleg mondjuk még szeretnek is egy páran. De az, hogy én ettől másképp gondoljak a világra, meg magamra, tehát ez soha nem értettem, hogy és olyan sztárolűrőket vesznek föl egyesek, hogy egyszerűen én komolyan mondom, hogy megdöbbenek, hogy képesek, mert ugyanis ez a fajta kivagyi nagyképű hozzáállás, az megbosszulja magát, mert nem lesz mindig az élete olyan szinten, vagy nem lesz olyan, a pályája olyan szinten, hogy ezt megteheti meg soha, de akkor majd aztán utána, amikor majd esetleg lecsengenek a dolgai, akkor észreveszi, hogy nem lesz nagyon mellette igazából úgy senki, aki őszintén normálisan tud hozzá viszonyulni. Tehát ez a közvetlenség szerintem a legalapvetőbb dolog az életben. Bárki, ez legyen politikus, művész, tehát egyszerűen képtelen, együtt kell ezen a bolygón élnünk, egymásba kapaszkodva egyébként is. Tehát én a természetességnek vagyok a híve, és annak hogy egymásra vagyunk utalva. Tehát, hogy itt nem lehet szétszakadni, nem lehet megosztónak lenni, nem lehet a gyűlöletre építve bármit csinálni, mert ki fogunk halni előbb-utóbb, már nézd meg itt az egész klímahelyzet, meg, tehát csak egymásra utalva tudunk létezni ezen a földön, és az országban is, azt gondolom. Tehát én, nekem ez az alapvető és legfontosabb tulajdonságom is, meg egyáltalán tervem, meg célom, hogy a közvetlenség, a természetesség megmaradjon mindenki között, köztem is az emberek között, és az emberek egymás között is. Régebbiek alázatosabbak voltak szerinted? Az élet minden területén fontos az alázat szerintem. Én csak a saját szakmámról tudok beszélgetni, amikor mi stúdiósok voltunk, még a főiskola előtt Nemzeti Színháznak voltunk stúdiósai, ami azt jelentette, hogy tanultunk is, de ugyanakkor estén is statisztáltunk az előadásokban a legnagyobb magyar színészek között. Aki az a baj, hogy hiába mondok neveket, és ez borzasztó, mert így múlik el minden. Tehát hiába mondom azt, hogy Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc, Sinkovics Imre, Agárdi Gábor, tehát ezek a legnagyobb ölények voltak. Tehát ha bejöttek a társalgóba, akkor azért az a kicsit azért, hogy nem, hogy megfagyott a levegő, igen, hogy de az úgy, hogy hát azért az volt egy olyan kisugárzásuk, de elképzelhetetlen volt, hogy ne adjam azon át a helyemet. Egyáltalán, tehát hogy megvolt az a fajta alázat, amit éreztünk a nagy bölények iránt. Ez ma már megszűnt. Megszűnt, ez biztos, hogy megszűnt, és ez egyáltalán nem jó. És hát pedig azt gondolom, alázat nélkül egyáltalán semmit. Tehát ha valaki nem hisz abban, hogy a tanulás és a feladatnak az igazi ízlelgetése, megtanulása és megoldása lesz, vezethet a siker felé, akkor azt gondolom, hogy tehát azt írták nekem egy csomószor, kérdezték neten a fiatalok, hogy tudnék én sztár lenni, kérdezte ő. Mondom, hát azért ez milyen kérdés? Hát először ez vezet egy út. Tehát elhivatottnak kell lenni, akarni kell valamit. Én háromszor futottam nekem főiskolának. De van, aki 5-6-szor, mire fölvették, és addig is ezzel foglalkoztunk, hogy fölvegyenek, hogy képzésekre jártunk. Tehát a tanulás, meg egyáltalán, hogy valamit akarok, azért valamit teszek. Tehát nem hullik az ölembe. Tehát az a baj, ez a valóságsó világ elhitette egy csomó emberrel, hogy elég, ha bekerül a tévébe, ott 5-6-ot fingik, vagy esetleg mondjuk valakire ráordít ordinál stílusban, és akkor ettől majd ő, és úgy írnak róla már, hogy a csatorna sztárja. Tehát mi, ki, hogy, mire föl? Érted? Tehát
én mindenképpen, de ez megint ilyen nagy öreg duma, hogy akkor most, de azt gondolom, hogy aki ezt átéli, vagy átérzi, és fiatal még, és tudja, hogy ez, hogy meg akar ismerni a világot, vagy azt a szakterületet, amivel foglalkozni akar, jobban, egy kicsit cizelláltabban szeretni megismerni, és ezért tesz valamit, hogy ez a dolog sikerüljön, annak ez a dolog működni fog. Egyébként nem hiszek a könnyen kapott sikerekben. Tehát az nem lehet tartós. Tehát az alázat az fontos. Most jól ráültünk erre a témára, nem olyan annyira nem fontos, de ne, majd vágjátok meg. De, mert ez okoskodás, de igazából azt gondolom, hogy fontos. Tehát az is fontos, hogy a fiatalok például, most ez nem az alázat, hanem az, hogy például, hogy szeressenek, vagy általán ismerkedjenek meg a színház világával. Tehát pont tegnap volt egy élményem, játszottunk egy előadást, ahova fiatalok jöttek, és tudom, annak idején mi is nyilván, amikor belementünk bandában, akkor lehet, hogy voltak fegyelmezetlenségek, de talán a színházban olyan szinten azért mégsem. Elképesztő, hogy viselkedtek. Tehát felszóltak a színpadra a színésznek, felszóltak, tehát nem az, hogy röhögtek, hanem felbeszéltek, mint otthon lenne a tévé előtt. Föltette a lábát az elsősorban ülő a színpadra. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy gyerekek menjenek fiatal, nagyon, nagyon fontos, hogy menjenek színházba fiatal, de szerintem először az kéne, hogy nekünk, akár a színészeknek el kéne menni hozzájuk, mert én nem hibáztatom őket, hogy ilyenek, hát ilyen a kulturáltságuk. Vagy lehet, hogy a szüleik is már ezt hordozták, mit nem tudom. De el kéne menni hozzájuk, és el kéne beszélgetni velük, hogy miről szól az egész történet, mit jelent a színház nekünk, színészeknek, és mit jelenthet akár nekik. És van egy viselkedés kulturális szabályzat esetleg, amit azért be kellene valamilyen módon tartani. Tehát ez fontos. Most megint olyan témáról beszéltem, amit nem kérdeztetek, de ez egy tegnap élményem, és engem is megdöbbentett. És szeretnék ebben segíteni, mert én nem hibáztatom ezeket a gyerekeket, hiszen nem, van, aki életében először volt színházban. Van ilyen. Ez nagyon sajnálatos. Tehát ebben szeretnék mindenképpen zászlót bontani, hogy járjanak, mert olyan élményt kapnak, amit a számítógépes játéktól, de még a mozitól sem kaphatnak meg, hiszen az élő játék varázsát semmi nem pótolja. Tehát jöjjenek, csak tartsuk be a játékszabályokat kölcsönösen, mert mi a színpadon dolgozunk, és képtelenség dolgozni egy olyan környezetben, ahol azt érzed, hogy kurvára, bocsánat, nem figyelnek oda. De egy ilyen szituációban mi a teendő? Mit lehet, végig kell játszani? Érdekes kérdés. Volt már egyszer-kétszer kollégám, aki nem bírta és leszólt a színpadról. Tehát kiszállt a szerepéből és leszólt. Volt már erre példa. Azt nem mindig fogadja öröm, de az megértem őket. Tehát eljön egy pont, amikor nem tudsz mit csinálni egy ilyen helyzetben. De egyébként sajnos egyébként a felnőttek is minden előadás előtt ott van mindenhol, minden színházban hangosan bemondják, hogy kérjük, kapcsolják a mobiltelefonjaikat. Tehát nem lehet azt mondani, elfelejtettem, hiszen hallod. És ennek ellenére mindig megszólalnak telefonok. Igen, azt én is szoktam hallani. Így. Ha semmi, de van, aki föl is veszi. Ezt templomban is tapasztaltam már. Fölveszi, tehát nem, hogy elzár, hanem fölveszi, és még gyorsan lebeszél. Jó, hát a felnőttek, de most a gyerekek ebben, mondom, azért nem hívásak, mert valakitől meg kell tanulniuk. És azt gondolom, hogy ha nincs kitől, akkor nekünk kötelességünk segíteni ebben. Tehát én szívesen segítek, csak mindenkitől azt kérem, hogy játsszuk ezt a színházas játékot együtt, és akkor mindenkinek jó lesz. És említetted a popsztárok világát. Azért volt egy időszak, amikor te is azt élted. Hát kicsit most is benne van az életemben azért, anyukám, mert ugye várjál, 97-ben az 22 év, vagy mi van? Nem. 23 éve jelent meg az első lemezem, akkor én már színész voltam, a Família Kft. Már ment évek óta. És hát ez nem volt benne a pakliban, hogy nekem legyen lemezem. Csak hát persze egyik kolléganőm a Famíliában, Santos Babának megjelent egy lemeze, és ez fellobbantott azt a gyerekkori vágyamat, hogy úristen, hát nekem miért ne lehetne? És hát én a színház előtt igazából popzenész akartam lenni, bevallom őszintén, nekem is, ahogy a mai fiataloknak remélem, otthon tele volt a szobám, ugye, a szobám poszterekkel a falam, anyámék megőrültek, mert hol cellusztal ragasztottam föl, hol rajszöggel tűztem föl, tehát össze a tapéta tönkre volt téve, de ott voltak a poszterek, és slágerlistákat, és otthon dezodoros flakonnal a tükör előtt baromira gondoltam, hogy akkor ott állok egy színpadon, és előttem csápolnak a tömegek, és fú, de jó. Csak aztán jött a színház, és valahogy ez egy kicsit elaludt ez az álmom. És ez fellobbantotta ez a Santos Barbara lemez, és akkor valamit akkor ki kellett találni, és akkor ugye hát ismertek voltunk, tehát annyiból könnyebb volt bemenni egy lemezkiadóhoz, hogy akkor szeretnék valamit csinálni, mondta, jó, hát akkor esetleg mutass valamit, hát most mit mondjál erre. És gondoltam, hogy persze, új dalok, megkerestem Piero, Berkes Gábort kerestem, aztán Szolnoki Péter, hogy írjatok valamit, és elkezdődött a munka, hát még a kiadó mondta, hogy hát jó, majd mutassak valamit. És közben, amíg így ez a tötyvörgés folyt, akkor volt egy tévéműsor,
ahol egy, a Schubert Éva csodálatos színésznő volt a fővendég, és hozzá meglepetés vendégek érkeztek hozzá különböző okokból, és én is meglepetés vendég voltam, és akkor úgy kellett belépnem a stúdióba, hogy énekeltem egy dalt, ami az ő kedvence volt lánykorában. Ez egy 60-as évekbeli táncdal, Valaki kell nekem is ez a címe. És ezt énekeltem, és akkor a kiadó látta ezt a műsort, azt mondta, hogy hát miért nem olyan lemezt csinálunk, ami a te fiatal szemeden keresztül láthatja a 60-as, 70-es, 80-as évek világát, és mondom, úristen, hogy ez nem jutott eszünkbe, hiszen hát ebben élek, ezeket a zenéket imádom, otthon van 300 bakelit lemezem, és egyáltalán ebben nőttem föl. És akkor itt jött a képbe egy csodálatos tehetségű fiatalember, ifjabb Malek Miklós, ugye, akit ismerhetek ti is, az X-Faktornál első két évadának volt mentora, de Amerikában él most már azóta 20 éve. És hát ő volt az első két lemezem kizárólagos hangszerelője, zenei vezetője és mindene. Úgyhogy neki köszönhetem ezt az egészet, hogy ez így ennyire bejött, és az első dal az Állj meg kislány volt, ami 70-es évekbeli dal, Jász Gábortól, és az volt, ami teljes mértékben olyan módon felröpítette ezt az egész ügyet. Mert hogyha nincs az Állj meg kislány sikere, akkor nincs Ding Dong sem, mert a Ding Dong az a harmadik lemezemen volt. Úgyhogy igazából ezek feldolgozások, de ezek tényleg feldolgozások. Az én pofámra átalakítva a dalok, tehát nem eredetibe lenyúlva és följátszva szintetizátorral, hanem át van alakítva a dal, de ez az életemben egy olyan helyzetet hozott, amiről nem is gondoltam, hogy meg fog történni. Tényleg, hát engem fellépni hívnak még ma is, akkor nem verset mondok, mint színész, hanem énekelek. És ez csodálatos. Egyébként az idei év terveihez tartozik az is, ha már tervekről van szó, hogy akkor szeretnék végre elindulni egy ilyen élőzenekaros megoldással, ami koncert is, de ugyanakkor az én balegságaim, gyengeségeim is benne vannak, ami az én hülyeségeim, tehát kicsit ilyen interakció, játék a közönséggel, de benne 40 évet akarok átutazni, 60-as évektől egész a 2000-es évekig zeneileg, úgyhogy ez is tervem. Csodálatos dolog, hogy ez megvalósult, mert ott, amikor popzenészként vagyok a színpadon, akkor egyedül viszem a bőrömet a vásárra. Tehát a színházban csapatban vagyunk, csodálatos siker, meghajolunk, aztán megyünk a öltözőben, nézők mennek a ruhatárban, na, de egy fellépésen ott, mondjuk egy falunapon, vagy akár rendezvény, ott vannak a nézők velem, utána megvárnak, utána beszélgetnek, utána mit tudom én, tehát van közöttünk egy kapcsolat, és ez nekem isten, én ezt imádom. Nehezebb egyedül kiállni a színpadra? Hát, nagyon, nekem mindenhogy nehéz, mert nagyon izgulós vagyok, azt talán tudja rólam, sok ember nagyon-nagyon izgulok, és vannak egy kényszercselekvéseim, tehát szerepeimet mindig átolvasom, ha 150-szer játszottam, akkor is minden előadást át kell gyorsan olvasnom, és magamban nyelvembe számba berakni a szövegeket. A Mary Poppins musical előtt, a hátul, az előadás előtt hátul eltáncolom az egész koreográfiát, az egész előadás koreográfiáját, és ez tiszta őrület ez is. De nekem ez kell, ezek ilyen kényszer cselekvések, de ha nem csinálom meg, akkor úgy érzem, hogy elrontom. És hát ott pedig, ha fölmegyek a színpadra, nem tudhatom, hogy aznap éppenséggel engem megdobálnak-e, vagy pedig ráadásokat fogok adni. Nyilván hát talán nem dobálnak meg, de hogy lesz-e siker. Igen. És azért ez az tényleg fantasztikus, mert akkor egyedül teszel valamit, és egyedül érsz el valamit, ezeknek a daloknak köszönhetően persze, és ez egy varázslat, ez nekem nagyon tetszik. De ez most egy, én bocsánat, de hogy ez egy ilyen újdonság, hogy most újra fel fogsz lépni a dalokkal, vagy azért nem, ez? Folyamatosan, azért az elmúlt, amióta csinálom ezt az egész cirkuszt, ugye négy lemezem jelent meg, de már 2003 jelent meg az utolsóra, mindegy. Uh-huh. Tehát ma is fellépek persze rendszeresen, tehát hívnak fellépni, tehát ez a zene, ez ott van az életemben. Tehát színész énekesként szoktak engem mondani, hogy színész is vagyok, meg énekes is. Igen, csak az élő zenekar eddig nem volt, eddig úgy léptem fel, hogy általában legtöbben CD alapokat, uh-huh. CD-n viszem, vagy pendrive-on viszem most már az alapokat, és akkor, de az élő zenekar az egész más. Hát ez nagyon izgalmas. Majd gyertek el majd a koncertre. Én nagyon szívesen, tényleg. Azt már lehet tudni, hogy hol, mikor kezdődik. Hát nem, ez most egy tervben szeretném, hogy meghívnának, ugye ezt most kiállok, tudod, ez nem egy olyan egyszerű helyzet, de szeretnék ősszel esetleg Budapesten valahol, tehát arra meg fogtok hallani akkor. Csak várlak benneteket szeretettel. Arra feltétlen. Izgalmas. Viszont mindig is a fő dolog az a színház volt. Hát meg a tévé is. Meg a tévé, igen. De akkor most így három olyan területre mentünk be, ami mindenkinek, hogyha egyikre eljut, az már az álma. Hát figyelj, igen, mert nekem igazából papírom arról van, hogy színész vagyok. És akkor nem beszéltünk még a harmadik területről, a műsorvezetésről, ami aztán egyáltalán nem volt benne a pakliban, de legkevésbé sem, hiszen nem is lehetett. Amikor én gyerek voltam, akkor ugye akkori Magyar TV-ben ez egy szakma volt, aminek voltak csodálatos képviselői, de ők voltak a műsorvezetők, itt Kepes András, Baló György, Horváth János, Vágó István, egy csomóan, tehát akik a legfantasztikusabbak voltak, és rengeteget néztem őket nyilván, Antal Imre,
És akkor jött egy világ, a 90-es években jött a kereskedelmi tévéd, és akkor olyan érdekes, milyen érdekes, valaki mondjuk ismert már mondjuk színészként, az esetleg műsorvezetőként próbáljuk ki, meg zenészek, azok szinkronizáljanak esetleg, milyen érdekes. Tehát így átfolytunk egymás szakmájába, és akkor így lettem én is először az induló TV2-n a Kifutó című műsort, ami szinte ugyanaz, mint a Starban Star leszek, hogy a civil emberek igen, beöltöznek, tehát lényegben majdnem ugyanaz. Azt vezettem egy évig, és utána pedig 2000-től 11 évig voltam az RTL reggeli című műsorának, a nagy korszakának, az volt a reggeli nagy korszaka az egyik műsorvezetője. Úgyhogy ezzel voltak közben, vezettem egyszer Szombatos Tiláz műsort is, amit előzőleg ugye megnyertünk a Keleti Andival. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy azért itt már aztán tényleg nincs állarc nagyon, azt gondolom, mert ugye ott nincs megírt szöveg, tehát saját magadat, a saját intellektusodat, érdeklődési körödet viszed a nézők elé, egy ilyen reggeli műsorban ugye beszélgetni kell sokszor olyan témákról, amikről fogalmam nincs, meg lehet, hogy nem is érdekel, de ez nem derülhet ki. Tehát ott 3-4 perc alatt beszélgettünk, de hát persze ez páros műsorvezetés volt, de én imádtam. Egyrészt azért, mert kapcsolatban tartott a közönséggel, mert azért színházról beszélgethetünk itt, de az tudni kell, hogy a színházban az embereknek a töredéke jár csak. Akármilyen, ha teltházak vannak, akkor is töredéke. A lakosság nagy része nem jut el színházba, vagy nem nincs módja. Itt főleg vidéken ugye nehezebb. És hát ugye hozzájuk úgy jutok el, hogy a tévén keresztül, vagy mondjuk a fellépésre. De hát a tévé egy nagyon nagy hatalom még mindig nyilván Magyarországon, hiszen azért, amiről beszéltünk, hogy kevesebben néznek tévét, az főleg a fiatalabbakat igen, érinti. Úgyhogy a tévé az egy fontos terep volt, és hát ha nem műsorvezetőként, akkor ott voltak, ugye annak idején volt a Dáridó, ami egy iszonyatosan nézett műsor volt, ott popzenékkel léptem föl, tehát mindig volt azért valami, ahogy meg tudtam jelenni. Meg volt a Szombatesti Láz, ahol táncoltunk, az is egy fantasztikus élmény, életre szóló élmény volt nekem, hogy ezt megnyertük, úgyhogy igazából igen, tehát a színészetből indultunk ki, és hát végül is befoghatom a pofámat, mert azért olyan pár dolgot még kipróbálhattam emellett, ami az életemet egy kicsit megváltoztatta. Persze én mindig olyan alkat vagyok, én mindig találok magamnak csámcsognivalót, hogy akkor most miért rossz, mi ez a bord, mindennek vége, tehát el tudok jutni a legborzalmasabb, depressziósabb, szorongásos helyzetekbe is, de hát olyankor mindig arra gondolok, hogy mégis ezek a dolgok legalább megtörténtek, aztán mi lesz, azt nem tudjuk. Hát ilyen életműve azért nagyon kevés ember. Nem túlozzál, nem. Nem, de nem is azért, hanem, tehát hogy most gondolj bele, végmentél a színészeten, végmentél a műsorvezetésen, sorozat szereplésen, és még emellé a popszárság is belefért így másodállásban. Hát, igen. De igen, és ez a múlt idő, apukám, tehát ez a múlt idő, és akkor nem szabad a múltba beleragadni nagyon, tehát mégis tehát azt gondolom, ameddig előre tudok nézni, addig nem mondom azt, hogy öreg ember leszek, tehát hogy akkor még mindig vannak terveim, meg álmaim, érted? Tehát csak, hogy az érdekele valaki, tehát ez a szorongás, hogy nem azt játszok ezen a világon, hogy korosztályok szerint csoportosítjuk, hogy akkor kinek mit illik csinálni, tehát nekem még illik, az én koromban még illik YouTube csatornát csinálni? Most ezzel kéne foglalkozni? Ha sokan azt gondolják, hogy ne, már szánalmas hülyet, mit akar már? De én ezt nem akarom ennek megadni magam, érted? Tehát én úgy akarom én az életemet, hogy mindig legyenek, egyrészt mindig legyenek körülöttem fiatalok, és mindig tanulhassak tőlük valamit, és mindig belekóstolhassak az ő világukba is. Tehát mi az, hogy fölbontjuk a világot korosztályokra? Mire föl? Ezt akartam kérdezni, hogy ez egy ilyen életmű után mi motivál még arra téged, hogy megint kimenj egy új terepre, a közösségi médiára? Hát az motivál, hogy látom, hogy erről szól a világ. Erről szól a világ. Az internetről szól a világ, és mondom, egyáltalán nem értek hozzá olyan szinten, hogy szeretnék, bármelyik gyerek akár, hogy meg tud alázni engem bármilyen számítástechnikai, tehát én nem tudok játékokat, nem tudom az Xboxok, nem tudom azért, amik vannak ezek a mondanak dolgokat, hogy ezeket nem tudom, de ez motivál, hogy szeretnék velük maradni, és abban a világban is kicsit megmerítkezni, ami őket érdekli. Aztán mondom, hogy kérdés, hogy ez érdekel-e valaki, de engem izgat. Hát ez a 60 000-es TikTok követő szám azért, az már mond szép, valamit. Nem? Elindított nagyon valamit, szép, igen. Köszönöm live-ozni is néha. Mindenhol egyébként, mert azt lehet, az minden platformon lehet live-ozni. Izgalmas, egyébként szeretem. Mert az a tényleg jött, hogy azonnal tudnak kérdéseket föltenni, és akkor... Persze. Szóval szerintem nagyon, nagyon jó út előtted, mert nem így szoktak hozzáállni általában a legtöbben
abból a generációból. Hát meg nem csak abból a generációból, hanem hogy a ti, főleg a hagyományos tévénél, vagy a hagyományos médiánál az szokott lenni mindig a hozzáállás, hogy az új médiára irítséggel tekint, vagy negatív érzésekkel. Hát igen, ezt is el lehet játszani, de azt gondolom, hogy nincs sok értelme. Tehát attól még az a dolog így működik, és kész. Most ezen lehet keseregni, vagy ha bezzeg a mi időnkben. Tehát ez a bezzeg a mi időnkben a legborzalmasabb mondat, én is utáltam ezt fiatalként hallani. Jó, van egy-két dolog, ami bezzeg, de azt akkor is hozzáteszem, hogy ezt nem azért mondom, mert ugye amikor beszélgettünk, hogy kéne színházban viselkedni, az is lehet, hogy bezzeg a mi időnkben volt, de meg az alázat, az is bezzeg a mi időnkben, de mert azt gondolom, vannak dolgok, amit át kell mentenünk, muszáj magunkkal vinnünk, hogy a fiatalok ebből kapjanak, mert lehet, hogy akarnának kapni. Tehát én gondoltam arra például egy időben, hogy csinálni kéne egy olyan műsort, ami ilyen viselkedési szabályokat ismertet meg a fiatalokkal, amiben biztos partnerek lennének, de fingjuk nincs, hogy ha bemegyek egy étterembe, akkor előre megyek, és nem a nőt küldöm előre, meg mit tudom én, hogy zajlik egy kabátlevétel, vagy tehát ilyen etikett szabályok, érted? Ez is tök jó lenne, csak ezt humorosan kéne, nem ilyen szájbarágosan, hogy figyeld, ezt így csináld, már nem egy csinálok, egy nagy bunkó vagy. Tehát ilyen szellemes, vicces formában szerintem ez is érdemes lenne, mert ők nyitottak lennének rá, de nem tudják, mert ahogy megyünk előre a generációkban, egyre kopnak el ezek a dolgok. Igenis, vannak etikett szabályok, amiket be kell tartani, viselkedés szabályok, amiket, hiszen ezek nem törvények, de ezek alapján, a szabályok alapján tudjuk normálisan élni az életünket, és nem egy káoszban. Értitek? Tehát szerintem ez egyébként lehet, hogy a csonkamera, hogyha lesz csonkamera, még ezzel is foglalkozik majd ezzel a kérdéssel. Ez jó, egy szórakoztató videó, persze, ahol bemutatjuk a bunkóságot, és azt, hogy ezt helyett hogy kéne csinálni. Ez tök ilyen videók vannak a YouTube-on nagyon sok. Hát akkor elképzelés versus valóság, ez olyasmi kicsit, nem, hogy ez jó. Képzeld el, hogy mondjuk ezt az éttermélet, ezt Annával veszik fel. Úristen, igen! Az nagyon-nagyon jó lenne. A szívem csücske, Peller Annáról van szó. Peller Annáról, igen. Az nagyon-nagyon erős lenne. Azért a közös videóitok, azért azokat nagyon szívesen megnézni. Hát lehet, hogy majd ő csinál. Ő is egyébként most már egyre inkább benne van. Megmondtam neki, hogy csinálj Insta sztorikat, most már nagyon brátok. Igen, és akkor csinálj Insta sztorikat is. És nem, hát tényleg egy elementáris humora van, imádom meg. Akkora lelke van, nem fér be ide a garázsba. Hát belefér, de tényleg ő egy igazi nyitott lelkű valaki, aki nagyon-nagyon kell szeretni, és nagyon-nagyon szeretem is, és nagyon tehetséges. Hát igen. Akkor a... Utolsó kérdés. Ezt a szerencsére bízzuk, ezt nem mi tesszük fel. Ez az internet népe adta ezeket a kérdéseket. És most húzzak egyet? Húzzál egyet, és te válaszol. Mindegyiken ugyanaz van, mi? Persze. Kire szavaztál? Na, nézzük meg. Mi lenne a totem állatod? Miért? Hát, a totem állatom? Lélekállat. Mm. Legjobban szimbolizál. Ami engem legjobban szimbolizál, ezt jelenti a totem állat. Miért nem elbizonytalattam? Hát, vagy mi lennék én, ha esetleg ezért föltetjük így is? Hát szerintem a kutya. A hűség miatt, a barátság miatt, a ragaszkodás miatt... Azt hiszem, hogy nekem a legszimpatikusabb. Nekem a gyerekkoromban volt kutyánk, egy kis kóbor kutya, akit befogadtak a szüleim, és aztán meghalt, és akkor azt gondolom, utána nem volt kutyánk, de és felnőtt koromban azt gondolom, most nekem egy kínzás lenne mellettem egy kutyának az életem el. Ugye, hát, hogyha nem vagyok otthon a harmadik emeleten, szegény mit csinál egész nap? Hát nem vihetem mindenhova magammal, így nem nagyon egyszerű. Úgyhogy végülis ez. Azt gondolom, hogy a kutya. Bár nézd, húzok még egyet. Jó. Húzzál még egyet, ráérünk még. Persze. Tényleg már, hát van valami izgalmasabb, merészebb kérdés is. Vannak olyanok is. Mix. Csak úgy kell belenyúlni. Mondj egy olyan dolgot, amiben hiszel, de nem tudod bizonyítani. Na? Na jó, gyerekek, hát ezt nem tudom, ezt visszarakom. Hiszek, nem tudom bizonyítani? Hogy én hiszek valamiben? Igen. De hát... Mondjuk más nem hisz benne, csak te. Hát bizonyítani, most mondjuk beszéljünk most mondjuk a klíma helyzetről. Hát hiszek benne, hogy itt a klímaváltozás az mindenképpen itt van a nyakunkon, és ugye meg fogunk dögleni, mert ugye már belátható időn belül fognak a dolgok tönkre menni, meg tudom, ha megemelkedik a tengerszint, akkor el fognak tűnni több millió ember számára a városok a tengerpartokon, nem tudom, tehát ezek létező dolgok, hát olvad az északi sark. De hát most én azt gondolom, ez elég bizonyíték, de sokak számára ez csak egy kamu.
ez egyébként egy ilyen nagyon jó válasz tulajdonképpen, de szerintem. De végül elválaszthatjuk, várjon, keresünk még. Nézek én is. Mi a szupererőd, na jó? Lefejezem a kérdéseket. Hát sajnos, szeretném lenne szupererőm. Nincs. Személyiséged. Nem hiszem, hogy az nem. Én sosem hittem volna ennyire a dolgaimban, de nincs szupererőm. A szupererőm nem szupererőnek gondolnám, hanem szerintem ez mindannyiunk szuperereje lehet, hogyha egy kicsit odafigyelünk egymásra, ha tiszteljük a másikat, ha toleránsak vagyunk a másikkal, az azért erő, mert visszakapod, és azáltal leszel erős, mert visszakapod azt a fajta érzelmet, amit közvetítesz másfelé. Én ebben hiszek. Tehát ez mindannyiunk szupererője lehet, és nem otthon kell görcsösen a félhomályos szobában ocsmán, gusztustalan kommenteket írogatni mindenféle cikkekhez, amitől felfordul a gyomrom. Olyan gyilkos indulatokat látok, hogy egyszer nem hiszem el, hogy ezek az emberek mire lennének képesek. Nyilván, amit találkozom velük, akkor nem, mert annyira gyávák, hogy ezt nem, de minden, most nem rólam, nem nekem írnak, hanem amit olvasol, hogy mi egy bizonyos Facebook cikkhez vagy poszthoz milyen kommenteket tudnak írni. Tehát igazából a szupererő az lehet, mindannyiunk szupererő az lehet, hogy próbálunk egymással igazán odafigyelve és békességben élni, és akkor mindannyian leszünk ettől szupererősek. Az a vicces, hogy én is ezeket a kérdéseket binán tartom, de mind a háromra olyan választ adtál, amiből sokat tudtunk meg rólad is, meg arról, hogy mit gondolsz, és hogy mit tanácsolsz az embereknek. Hát igen. Ez csodálatos, köszönöm nektek ezeket a kérdéseket. Csókoltatom azokat, akik föltették. És a kommentekre meg azért készülj fel, hogyha YouTube-ra jössz. Ja, tudom. Az de van, aki úgy látom, letiltja a kommenteket. Azt nem szabad. Azt nem szabad. Mert így jó hallgatni, hogy miket gondolnak az emberek. YouTube-ban van ilyen live-ozás is, nem? Az is van. Megtanítottok most, nem a műsor része, hogy ezt megtanuljuk. De nem sokára láthatjuk akkor Csonka Bandit YouTube-on is. Az a műsor része. Nem tudom, hogy mi lesz akkor a kamera. A Csonka kamera jó, de útközben eszed be YouTube-ban is lehet. A Csonki Csen meg lehet a főzős videók sorozatának a neve. Igen, az egy külön a sorozat. Igen, szóval szerintem most van a legmelegebb. Végére beértünk. Legközelebb nyáron hívjátok. Esetleg mondjuk akkor meg meleg van mi. Nyáron nem, nagyon kellemes hűvös van nyáron, pont hogy kint jó. Meg forróság. Tehát itt nyáron mindenki imád itt lenni. Jó, hát akkor igen. Én látod, én meghoztam azt az áldozatot, igen. Hogy tényleg jövök ide, miközben utálok megfázni, de most jó de volt. De nem fogsz érni, és mondjuk lekopogjuk. Tehát még egyszer nagyon köszönjük, és megtaláljátok a leírásban a YouTube csatornát, TikTokot, Instagramot, Facebook oldalt. Na, de YouTube csatornát még ne hirdessük ezen a néven, tehát maradjunk a TikTok, Facebook, Instagram. Jó. De ötleteket mindenről, névről igen. És tartalomról mindent írjatok. Igen. És még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, néztetek, vagy hallgattatok minket, és találkozunk jövő héten. Jó nektek! Hello! Garázsmenet! Nem, ez nagyon gáz, most már menjünk innen.